azt meséltem, hogy nem annyira van Magic Unicorns topic, hát de most mégis volt, meg igazából több érdekes hírt is hallottam, és tudjátok, hogy érdekes hír van, arra mindig reagálok. Egyébként az volt, hogy hát volt egy ilyen megosztó dolog, amiről beszéltem, mármint itt az egyik legnagyobb mostani botrányból is mondtam véleményt, ami nagyon megosztó volt, ugyanis mondtam, hogy nem minden ilyen nevelő olyan, amilyen, szóval, amit én egyszer mondtam, és hát ott inkább volt egy ilyen LMBTQ kérdés, és egyébként az volt, amit én először kiírtam angolul, amikor ezt hallottam, mert most sokan beszélnek újra egy kicsit ilyen aktuális dolgok, és akkor nekem ez volt az első olyan gondot, hogy igazából az olyan könyvek, ami tavaly nyára kapcsolódik, hogy ott lefóliázta, és igazából ezért egy nagyon ilyen nagyon megérintő topik ez, mert hát ez a mások elfogadás, meg alapból ez a gyerekek hajlama, ugyanis például, hogy amikor megnéztem én annó a Bakugánt, és akkor abban is volt egy ilyen állarcos Kari, aki lány volt, de mégis fiú. Szóval nem hinném, hogy ez hogy befolyásolt volna engem, vagy akkor, vagy már ha egy felnőtt ilyen fele viszi a gyerekek, szóval ez az egyik, hogy amitől megérnek. Annó, hogy én egyszer is láttam egy ilyen, amikor filliáim voltak, és akkor láttam egy ilyen két férfit az ágyba egy filmben, és akkor eléggé megijedtem első, de igazából felnőtt koromban meg már ez teljes mértékben természetesnek lehet venni, hogy vannak ilyen emberek, meg olyan emberek, csak valóban ez a gyerek otthonokban elég durván hangzatos, ahogy mondanám, de most ez valójában egy azóta se terült ki pontosan ez a konkrétan a történés, mert nagyon nagy botrány lett belőle, de hogy azóta mi történt, az szóval azt egyelőre nem tudjuk. Ez volt az egyik hír, amin gondolkoztam manapság. A másik hír pedig külföld, amit mindig így vitatnak, hogy hát igen, a legijesztőbb dolog, ami egyik szülinapunkon már elkezdődött, és azóta álmokat is elemzek, mert egy nagyon furcsa álmom volt, ez is egy új dolog, hogy álomfogók, és már bele lehet nézni mások álmaiba. Hát mesélhetek róluk, élek szürreális, ez a másik párhuzamos dimenzió, amit én kutatok, és ott már rengeteg minden van, szóval angyalvárosnak hívom, ez is régóta van. És hát ott is van az élet, meg minden, szóval ez már inkább ilyen kicsit ilyen mágia, de nem dák. És akkor egyébként, ja, hát háborúval kapcsolatban volt egy álmom, és nagyon ijesztő volt, és utána mostanság, hát ez van, és mint tudjuk, az évek óta mennek a háborúk, és sajnos hát volt olyan, ami 100 éves háború volt a történelemben, és nem, nagyon meg akarták állítani, nem sikerült. Most azáltal, hogy volt, hogy mondták külföldön vezetők, hogy sorozzák be a nőket, igazából ez egy nagyon, ez megint egy olyan topik, hogy ez nagyon ilyen megosztom át, mint tudjuk, hiába én is vívtam, mint például a Barbie és a három muskéta, de azért néha jelesztül testem, hogy nem tudnék olyan harcokat vívni, mint egy férfi. Annak ellenére, hogy a történelme szintén voltak olyan nők, mint Diana, aki a első világháborús, és sokáig egyébként kitiltott rajzfilm karakter volt, pont ezért is, mert ő egy háborús hősnő, és nagyon férfias, és ezt a feminizmust erősíti. Szóval kevés olyan Barbie lányal, meg keveset találkoznak, mert nagyon ritkaság azért valljuk be a nők dolgai miatt. Szóval igen, hát ilyesmi kérdéseken gondolkodtam, de görög isteneknél is például nekem például a Pálaszotini a kedvencem, az attribútum, a bagoly ugyanis, még Afrodite is illik hozzá, mert egy nagy nő, és kaktány mindig a Pálaszotini volt az, aki olyan, hát olyan erős, és valahogy a mindennapokat új színbazán, és ennyi volt nagyjából egy pár Magic Unicorns gondolat.